Figyelem, figyelem, figyelem! Az egyetlen Balaton utazási drámez apartmány szerző nyertese Július Szézár. És megkíni a tisztegyen nekiket, hogy nem kóljanak a mentőjáratukhoz, mert az megsérti a kutyóikat. Köszönjük a tisztelt figyelmüket! Jó nyaralást kívánok! Hamar a fához, készüljük fel a kilövéshez! Szent Hippokrátesz! Ilyen faházból nem tudta, hogy itt rejtek hely is van. Ó, valaki ide hozta. Nagyon tetszenek lehet, mert éppeszége ide rendeztük, amit ott van a telefonfülkája. Na hát, ebbe a faházba van telefonfülke. Azt hittem, hogy ez csak egy közönséges faház. Pszt. Lehet itt telefonálni? Szolgálják ki magukat, mi addig léptünk. Csőcső! Vaj, felhívom én Lindát. Nézzük csak a de nagyon mindjárt, mert a végét csak kárba visz. Nyugi, mikor volt már az, hogy egyáltalán kárba veszett? Most én képvizelem az egész tagságát. Fizet vagy felbondunk, mert így nem életesz. Higgyétek el, próbálok, én csak óvom az első kölcsöt. Vigyázzak a pénzetekre, nehogy megint elkölcsétek. Nem bírjuk a szívam oldalát, lelépünk, kelszem más pajmadat. De jó ég, bárszak mentettem volna fel mindent az ötödik futamra. Ha a szállóda beszéltük, mehetek az utamra, és csak a hétvégén közelek. Te majd szigelődjek közelebb. Gondolkozz pozitív. Ez az! Nézd a jó oldalát! Hogy tolód el a felhívásodat? Szép napot kívánok! Itt a Balaton-lellei központ beszél. Szervusz, Linda! Mindig ének hívtam régen. Nekem még régen. Itt Melin húgacskám. Hogy kicsoda? Á, Melin! Na, mizuval húgiszám? Kockának hívtam régen. Értem. Szóval megvan a fele-fele hős plakát, amit én kértem? Meg, hát persze. Te Linda, ez a hétvégén szabad, nincs nálad kedvezmény a iránk is érvényes. Hát, a csodás barátság így éméket. Tényleg, na hát, ilyen egy igaz barát. Apropó. Szintén kéne nekünk egy autogram a felhősök közt, és itt van az ígra. Esetleg tudnál nekünk adni valami a telefon számát? Természetesen. Hiszen egy csak megtesz mindent, amit kérsz. És ha... Maga köhög? Ja, nem, dehogy. Szóval, egy dolgunk az arról, hogy ha oda menjünk a tanárhoz, akkor megismerkedünk a barátaiddal, és akkor meg lesz az autogramot. És állok minden költségét. Ugyan már ne viszel, Linda, miattad kiül a bukszát, az üzletem viszont bukszában van. Ha nem győzöd meg nézzel, akkor legyen ingyen. Köszi, mert én akkor hétvégén átlak. Nos, mit mondott? Azt mondtam, hogy bevállalja. Na, bújjunk ki! Ezt nevezem, ez a meli gyerek nagyobb balek, mint a szokéves átlag. Ha éppen széggel rámehet, mint a végöt, hogy szépen megismerkedne fejével, akkor vége szabadon leszek. Már el is felejtettem, hogy is hívtak régen. Lindának. Hiába a fejből pezenek. Csendesen kimásztak.